táncos jelmezes műsorral készültek a kéti óvodások a farsangi előadásukra. Szülőkkel és nagyszülőkkel telt meg a helyi művelődési ház. A gyerekek az óvodában és otthon is napokon keresztül gyakorolták a műsorukat. A jelmezek mellé írtam egy történetet, egy kis történetet, boszorkány és varázsló. A boszorkány elvarázsolja a gyerekeket, meg bennünket, és a varázsló pedig felszabadít bennünket. És a többi kis jelmezes bemutató közé táncolt német éneket, és a végén elbúcsúztatjuk a telet egy tánccal. Nyakamban a tápcső, vállamon a puska, így indulok reggelente az erdei utamra. Figyelem az erdő, minden rezdősít, ismerem az állatok, búvó rejtett helyét. Barátaim a vadak, a fürge mókusok, puskámmal nélkül nem durogtatok. Darabokba próbáltuk a kis jelenetünket, a jelmezes verseket, vagy szülő kereste, vagy mi. Otthon is gyakorolták, mi is, és utána összeraktuk egy hét alatt. Szeretném megköszönni a szülőknek a hozzáállásukat, akár mit kértünk, bármit kérünk, ők nagyon-nagyon szívesen segítenek, díszítésbe, a tombola vásárlásba, tombola szerzésbe, mert kereste az egyik anyuka, ide-oda írt, és kaptunk nagyon-nagyon értékes tombolatárgyakat, például hajókirándulást, könyveket, állatkerti belépőt. A nyugdíjas klub jelképes összegé árulja a süteményt és a szendvicset. A régi nyugdíjas kolléganők árulják a jegyeket. Kétyen 2008-ban zárt be a helyi általános iskola, azóta csak óvoda működik a településen, oda viszont egyre több gyerek jár, most 23-an vannak és májusig még 3-an érkeznek az intézménybe. Már nagyon sokszor beszéltünk is róla, hogy nekünk csak az egy picike intézményünk maradt, mert 2008-tól az iskolánktól sajnos meg kellett válnunk, mert nagyon kevés volt a gyerek, és zombára járnak a gyerekek, tehát az iskola történetén azon túl vagyunk, viszont minden erőnkkel a kis óvodánkra koncentrálunk, és bármilyen rendezvényük van, vagy bármilyen megmozdulás van az óvodába, legyen az egy udvari játék telepítése, vagy az udvar csinosítása, vagy teljesen mindegy, akár egy ilyen rendezvény is, mint amit most vagyunk. Ez nagy összefogás a falu részéről, hiszen a gyerekek azok itt a fő szereplők. Mivel szinte minden évben nő az óvodába beiratott gyerekek száma, ezért az önkormányzat folyamatosan fejleszti az intézményt. Minden évben tudunk valami játékot venni. Az óvodavezetők, az óvodapedagógusok szakmai szempontból megálmodják, hogy melyikek azok a játékok, amelyik igazából a gyerekeknek hasznosak, és akkor akár az önkormányzattal, vagy az alapítványon keresztül mindig olyan játékot próbálunk beszerezni, ami a gyerekeknek nagyon hasznos. A szervezők a gyerekek előadása után meg is vendégelték a meghatódott szülőket és nagyszülőket. A műsor után lesz evésívás, dinomdánom, tánc. A tánc közben lesz játék a gyerekeknek, és lesz tombolasorsolás, és a tombolasorsolásnál minden kisgyermek kap ajándékot.